alakokban forduló stilizált, vagy nem ritkán a heves gesztusfestészeti expresszív, hol játékos, hol indulatos tubus színfoltjai, vonalai, csurgatásos festéknyomai alakította tájábrázolások képezik. A művész a folt, szín, vonal, ecsetvonások és tarka festékpettyek halmazának fegyelmezetlen arabeszk vagy őserdőszerű részletein keresztül a valóság látványának beképezését igénylő nézők, a kompozíció olyan konvencionális, azaz jelszerű, könnyen értelmezhető látványelemei segítségével kalauzolja, amilyenek az égitestek vagy egy-egy jellegében könnyen beazonosítható növény, többnyire fa sziluettje. Szívesen szerepelteti olyan más, könnyen felismerhető elemeit is a természetnek, mint egy szállítás, egy hegyvonulat, egy folyóvízvonala, kerítés, ösvény, stb. Időnként megjelenít alakokat is, mint egy staffás figuraként, de gyakran szereplője festményeinek egy-egy épület, legtöbbször templom vagy annak csak a tornya. A változó intenzitású gesztusoknak, színösszhangoknak kellő hangulati alapot szolgáltatnak a havason intenzívebben és gyakrabban megélhető szeszélyes időjárási viszonyok, hirtelen átalakuló égi jelenségek és az ezekhez a művész fantáziájában könnyen társuló természeti katasztrófák, az erdőtüzek, árvizek, stb. Mindezeket a valóságelemeket a vizuális